Csá népek! Polátmentes szervleket kívánok! Kaptam egy replayt Robert tesától, Rob tesától. Ő jött a Panther M10-be. Látom, megvan a két gunmarkod, meg szét is hegyezted mindenféle harcterés módosításokkal az M10-et. Na nézzük! AP a standard lőszerünk, 150-es pen 135-es alfa, a Goldunk APCR 190-es pen 135-es alfa, repeszt nincs benn, 338-nál töltünk újra, akinek netán ismerős ez az ágyú, pont ugyanez van az E25-ön is. Hát nekem csak az M10-esemen az egyet első kampánkot tudtam megcsinálni rá, nem voltam ilyen képen, az meg, nem voltam ilyen szerencsés. Ja, és a pálya, amikor elfelejtettem mondani, Ruinberg, top tízesek vagyunk, lőhetjük a kicsiket, nagyon fasza. Megnyaltunk egyet a Picsa 43 bisztől, nem harású, 1-0. Na, szerintem a Picsányi Várom visz kiszkotol minket, vagy valami. Látom, ki van maxolva a látótávolságod is, nagyon fasza. Adok egy speed boostot, szerintem a Picsányi Váromra várszott, hogy hátoletem fejbe tudod csapkodni. Ott is van rövidje. Hát, azt elkergették. Ja, úgyhogy ez a gun van az E25-ös is, az nem tudom, hogy annak a DPM hogyan jön ki, de azt hiszem ez a gun van még a Stuk 3-on is. Ja, és a Panther M10, ha nem tévedek, akkor ő tier limites, tehát ő maximum csak 8-asba mehet, de nem vagyok benne. Ó, bazd meg, hát ez mit keres itt a... Mi a picsa? A kenyérpirító PZF-es L4C, abban mondjuk jól mutatna a repesz. Szerintem szeretné, na mindegy, előre jött kommandózni. Menge, csak hogy kapjunk tőle egyet, ha ki van az maxolva, akkor ez gyakorlatilag egy tigris ágyú. Leopard, veled mi van? Hát igen, ott el lehetne lőni a fiút. Gyere csak, az az. Nice. Szépen pofon csapkodtad. 2-2 a városban. Szuperhelket. Értem. Na, kenyérpirító kapott egyet. Akkor ez még kisgános. Azért ilyen barom jön. Nagyon repeszt ezzel a szardalapban előre. Vágtatott a halálba. És a picsen egy olyan, hogy mindig ott van benn. Ez probléma. Talán be lehetne látni a faluba. Hát igen, az is jó lenne. Aha, torony. Aha. Ajj. És még el sem találtuk, pedig az M10, most eltaláltuk, pedig az M10-nek az ágyú nem rossz, viszont az átkelő tényleg várom és bele lehet elni egyet. És azt mondom, hogy te? A köcsön. Ah, végre, az track. Megint egyet. Tűn, még jó, hogy nem lőtt el, mikor az a kretin. Hát látom, hogy az nagyon nagy probléma az a Picsa 43 visz. Ez kellemetlen. STRV, az a baj, hogy nagyon keresztbe tudnának minket lőni. A Picsa 43 visszel az élen. Van az STRV. Egy kevés kis speed boostot kaptárom, most adok egy kicsivel többet. Nice, erről van szó. Azaz. 3.38-as shield az egyáltalán nem rossz. Én szeretem annak írni a Panther M10-et. Az igen, persze, hogy csak klikkeltem ezt. Csak amióta kitaláltak ezt 3-5 hetet, azóta nem igazán jó tírlimites tankoknak a metája. Csak szopni szoktak vele, én is. Bármelyiket, bármelyiket illimitesen mennék, abból csak szopnék. Szóval lassan Rob ki kéne törni. Innen mind a Vezúv, majd mind Zinyi a várból. Aja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 j
problémásabb. Rálátsz? Nem? Mindig a házban. Na mindegy, nézzük. Nyomok egy kis speed boostot, remélem a picsányvel nem fog oldalba kell félni. Vagy segbe kell félni. Ez még úgy nem lenne egészséges. Egyszerűbb. Hogy elnézem ezeket a csapatokat mostanában. Neked fölösleges bármiféle SOS gombot nyomogatok. És tőle visszajöttetek. És tőle visszajöttetek. Szuperhelyeket is benne a városban. Értem, csak nem tudom, mivel akar tornyozni a T-29-essel, vagy a T-1 Heavy ellen. Azt még úgy nagyjából érteném is, de mindegyik átvágja simán. Később vajat a szuperhelyeket. Na mindegy. Hát ezek a top 10-esek, tehát 10K csata. És miért mész be a városba, tehát szuper, ó, bazd meg. Proxyból spotolt minket az STRV. Na igen. Picsa egy várom, biztos gyönyörűen elücsörögött. Ja, és megoldozik. Ja, és itt van az autóz is. Hál' Istennek. Most már tényleg nincsen problémát, köcsög gyerek. Ne se lesz sokáig. Mondjuk az is jó, hogy a kis szardarab simán izé ellő minket bazd meg frontból. Átról lehet, hogy én bazd meg kikerülnék inkább a nullásra. De most már könnyen vagyok, akkor én is tudom. Azaz. Hello. Nice. Csodás. Na akkor ezt az oldalt megfogtuk. 2 kill.
956 damázs, fél AP vagyunk. Hát igen, jó jön, hogyha valaki esetleg kicsit fölzárkózna mögénk. Na, ott van az a kis köcsögyerek. Igen, tudom, hogy piszkálja a csőrdet, vissza akarta kivágni, nem? T43, az is jó falat. Mondjuk az tök fáni, hogy innen csak úgy pikpak kiszpotolt téged. Értem, hogy villanymotor nem ihajtja. Ennyi azért nem rossz az M10-nek a kamúja, bár mondjuk tény is van, hogy éppenséggel nem vagyunk alacsony építésűek, tehát nem lesz jó a kamunk, mert ehhez képest sem, de legalább ezt le tudtuk pattintani. Na, egy kis speed boost. Na, valaki szedegeti a picsen 43-at, szerintem az a T-78 lehetett. Valami megtörölte. Hát alap lehet, hogy én bazeg elvágtatnék kicsit az egyenesen, vagy bemennék a városba, de mondjuk az akkor, hogy igen. Na, kis köcsön. És el se találok, köci. De ő azért simán átlőtt téged szájdalmas. Hát én nem leszel jó trédbe. Jó, most már T1 heavy is kilő a városból. Az igen, öcsi. Nagyon rejre a T1 heavy is. Mondjuk éppenséges szerintem még nincs itt kint. A Nászhon az még itt lehet valamerre. Szerintem, mintha benn lett volna a faluba, lehet, hogy én elmentem amikor az egyenesbe. T1 heavy. Nem esett le rólunk a spot, geci. Ez azért nagyon funny. Ezt én is megfigyeltem, hogy tehát a spot az rólam soha nem esik le. Két perc után is tudják, hogy bazzagé mikor nézek ki a sarkon. T43, azt még jövök. Ajjaj, ez gáz. Adj neki egy szép pont. Na végül. Azaz 3 kill. Feldagadtunk egy ezresre. És már húzzák a keppet, a T29-es könnyen pofázik top tier-ből. Neki ott nem nagyon van már ellenfele. A Wolverine meg a... Hát de a másik T29 igazából az intézkedhetne. Az az. Vagy jelen, bocs, bézénk van. Na jó van. Megesik, hogy megesek. Arra számítasz, hogy valaki tolja eléd a T29-et, vagy pedig valaki átvágtat. Hát most az STLMV meg belefutott a T78-ba. Volt is. Mondjuk igen, az a STLMV az egy jó kis hatos med. Az a simán le lehet verni egy hatos TD-t így. Négy lőszer a tárba az az penge. Egy 500-as ki lehet belőle húzni kérdés nélkül. Ah, igen, most meg elpárolgott a izé. Elpárolgott szerencsétlen bézénk is. Penge. Akkor védekezzünk Eposzba illően. Mi vagyunk meg még az M12-es köcsök klikker, meg a grille. Hát, ajj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 aj
Jó, az a baj, hogy 25 HP-n is pont ugyanakkor át tud lőni, mint 500. Ez probléma, de szerencsére az STV mellé lő. Jóféle annak az ágyúja, csak nagyon most szétesik a célzó körje, és mozgás közben eléggé pontatlan. De viszont legalább elvesztették a T-29-es, úgy nézem akkor a BZ anyádat. Annak kim van az egyenesben a kis rohadt cigánya. Hát lehet, hogy én köcsög lennék, bazeg, ezek itt hagynám a geci, azt elmennék, megkúrnám az esőt fel egyet, mint a szart. Na de mindegy, ez én vagyok. 3 kill, 1760 damázs, és most már tényleg csak egy lövésre vagyunk a haláltól. Nem bírunk ki sajnos egy lövést sem, semmitől sem. Tudom, ez probléma. Akkor lehet, hogy elmészetik kereké? Hello, köcsög gyerek. Na mi van, büdös kancsi? Kancsi faszú, köcsög kancsi. Mi? Oh, nice! Ezt így tervezted, tudom. Jóó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  Remélem megbaszod a száját, Rob. Nem néztem meg a videót előre, nem szoktam megnézni a videót, úgyhogy vadonatúj. Mi van, hülye gyerek? Mellé lőttél? Nagy sajnálat, te a román csicska. Úgy, de gyűlölöm a fajtádat. Rob. Most már egy becsület kilt az ott össze. Na, erről beszélünk. 5 kill, 2410 damázs, és most akkor speed boost. Mondjuk az esterbe az ide tud érni. Oké, a NASZ-honnan már nincsen probléma. Szerintem én megy a klikkerért, hát az gáz. Szerintem én le is kapta a klikkert. Ajaj, nagy a bajusz. Ketten vannak rád. És az STLV betározza a goldot, akkor át fog baszkodni. És már szerintem goldozik a csávó. Mert most lő lappal ítélve, a damage panelből ítélve már kaptál egy lepattanós goldot. Az a baj, nem tudod honnan a faszból fog jönni. Igen, a capkört azt elkerülted. Akkor mindjárt tudják, hogy itt vagy. De teljesen jó egy kis performance ez. Az az amborekes, ó, seggedben vannak, bazd meg. Ajaj. Mi
Jó, hogy nem egyet elrontott a bír. Azok volt, és elrontottál egyet. Á, igen. Hát ez szar. Na mindegy, attól függetlenül nem te voltál szar, hanem ez az egész hóba lebancos picsaszájú. Ez egy nagyon jó kis performance volt, Rob. Én büszke lennék a helyetben erre a balhéra. Ez az 5 kill 2410 damage, pláne ez az amorekes clicker szétrobbantottad a búráját, ez nagyon penge volt. Nekem nagyon bejött. Hát a bandának a maradékán azért el lehetne csodálkozni, én szuper elgetem vagyok legjobban kiakadva, hogy mit kotorászott benne a városba, tehát értem én, hogy villanymotor, meg egyebek, de mégis mi hajtja, tehát mi vette rá a csávót arra, hogy bemenjen a városba, fészelgetni, meg trédelgetni itt a hevikkel, meg az összes többi meddel a szupereket, erre alkalmatlan. Tehát az mindenre jó, csak erre nem. Na mindegy, Rob, ez egy nagyon faszag is performance volt, nekem tetszett, csá népek!